Köszöntöm nézőinket, vendégünk a stúdióban Hargitay János, Mohács országgyűlési képviselője, és hát Mohács 500-ról fogunk beszélgetni, egy olyan programról, ami a Mohácsi csata 500. évfordulójára készül, illetve egy csomó minden készül még, de hát erről majd a képviselő urat kérdezzük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No, hát a cél az, hogy méltóképpen megemlékezzenek erről a csatáról. Végre a helyére kerüljön ez az esemény, mert ez a magyar történelemben végig ott volt, Mohács volt az a mély pont, ami mindig előjött, akár milyen vereség, akár milyen fájdalom érte az országot, valahogy mindig visszautaltak Mohácsra. Hát hogyan kéne ezt a csatát, ezt a történelmi eseményt megélnünk? Mi a célja ennek a Mohács 500-nak? Én, amikor Mohács 500-ról beszélek, akkor két dologról beszélek. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy hagymát. Vannak ugye a hagymának van héja, kisebb-nagyobb, legtávolabb héj. Amikor a Mohács 500-ra gondolok, akkor azt mondom, hogy hogyan nézzen ki a csata évfordulóján, azaz 6 év múlva a választókörzeten, és annak elsősorban déli része. Na most, ha ebbe gondolkodom, tehát ebbe a külső helyébe, akkor azt mondom, hogy addigra van egy befejezett autópálya csatlakozásunk Horvátország irányában. Megépült addigra egy közforgalmi kikötő Mohácson, és áll a Dunahíd. Ez az ideális, tehát ez a külső hely. De nyilvánvalóan azért tudunk Mohács 500-ról beszélni, mert egy hatalmas emlékezett politikai esemény áll előttünk, ez a csata 500. évfordulója. Tehát amikor szűkebben értelmezem a kérdést, akkor nyilvánvalóan a 2026-os évről, az 500. évfordulóról, és az arra való konkrét felkészülésről beszélek. Az, amit szerkesztő úr mondott, hogy ez egy nehéz kérdés, mert Mohácsról úgy lehet fogalmazni, hogy egyrészt magáról a csatáról, a csata helyszínéről nem tudunk eleget, ez feszíti mindig a történészeket, gyakorlatilag Mohács óta, és nyilvánvalóan egy-egy évforduló kapcsán a történeti kutatás, az érdeklődés felértékelődik, most egy ilyen időszakot élünk. Igen, tehát nem... hát még a, bocsánat csak, hogy közben vágom, hát még a dátum se, mostanában az jött el, hogy még a dátum se biztos, csatadátumot, tehát ott a naptári értelmezés. Melyik naptárat használjuk, ez nem jelenti azt, hogy egy másik napon akarnánk ünnepelni, de nyilvánvalóan naptár kérdése, hogy a Julián naptárat használjuk, vagy a Gergely naptárat használjuk, hogy milyen napra esne végül is ez a mohácsi csata. Tehát onnan kanyarodtam el, hogy nem tudunk eleget a csatáról, ez feszíti a történészeket, de ugyanakkor, mivel a magyar történelemnek egy sors kérdése volt, mondjuk azt biztosan lehet mondani, hogy egy vesztes csatát éltünk akkor meg, ez a középkori magyar államfejlődés végét jelentette, a magyar regionális középhatalmi státusz végét jelentette, és a protestantizmus elterjedésében is közvetett módon szerepe volt. Mindig, mindenkorban feszítette Mohács problematikája a történészeket, bekerült a magyar közgondolkodásba. Egyszerűen a magyar népléleknek sarokköve mindaz, ami Mohácsnál történt, és kialakultak különböző toposzok. Mohácsról valamit minden generáció elképzelt és beleélt, és ezek megkötnek, tehát ezeket rendkívül nehéz megváltoztatni. Most nyilvánvalóan a politikának vagy a politikusnak itt nincs megrendelése a tudomány felé, hogy értelmezzétek így vagy úgy ezt a kérdést, az a tudósok dolga, hogy hogyan értelmezik azt a történeti kort. Érzékeltessem, hogy mire gondolok, tehát ami a fejünkben van, a hősvértől pirosul gyásztér, egy gyásztéren vagyunk, a magyarság színe java oda veszett, és így tovább, és így tovább. A mai kutatások azt mondják, hogy az, ami ott történt, az egy reménytelen csatába való tudatos belemenetel, tehát felvállalom a reménytelen csatát, tehát ez egy hős tett, amit ott az akkori magyar államvezetés, egyházi vezetés gyakorlatilag elkövetett. Nem igaz az, hogy széthúzás volt különösebben az akkori állami vezetők között, sokkal inkább a mai kutatások erre a hőstett momentumra helyezik a hangsúlyt. És ami legalább ilyen fontos, és mi még, amikor gyerekek voltunk, erről kevésbé tanultunk, hogy
ez egy közép-európai esemény volt. Ez a csata nem csak a magyarok vereségét hozta az irdatlan haderővel rendelkező törökökkel szemben, hanem ez közép-európa vereségét jelentette. Hisz II. Lajos cseh uralkodó is volt, a lengyel uralkodó házzal kapcsolatban és rokonságban, tehát itt egy államszövetség szervezett vereséget a törökkel szemben. És ez a közép-európában való gondolkodása a mai államoknak, ez ma is aktuális. Lám, itt vannak a gyökerei. Akkor azt lehet mondani, nyugat és kelet szorításában vereséget szenvedett közép-európa. Tehát a mának is nagyon sok üzenete van, de mondom, ez a tudósok dolga, hogy ezt kitermeljék. Ugyebár a tervek szerint, ha már a tudósoknál tartunk, illetve a régészeknél, történészeknél, egy múzeumot terveznek, egy megfelelő emlékező helyet, ahol az új kutatások, az új tények, illetve az új elképzelések helyet kaphatnak. Hogy kell ezt elképzelni, ezt a múzeumot? Múzeumot is tervezünk, de akkor, hogy valami logikát vigyek a gondolataimba. A 400-as évforduló, tehát 1926, nem sokkal vagyunk Trianon után, az nemzeti esemény volt. Megfordult akkor a csatasíkon, az emlékező helyen Horthy Miklós kormányzó, Klingbeil-Zsigmond Kunó, az akkori vallás és közoktatási miniszter, mindkettő beszédet is mondott, de Trianon árnyékában vagyunk. Visszautalva erre a közép-európai dimenzióra, szóba nem lehetett hozni, hogy itt cseh katonák is hősi halált haltak, és Csehszlovákia volt Trianon kapcsán gyakorlatilag akkor a legnagyobb ellenségünk. 100 év táblatában, az 500. évfordulón már mindenről reálisan lehet beszélni. Ezért mondtam, hogy itt a lehetőség, hogy ezt a közép-európai dimenziót is hát bekapcsoljuk az egész Mohács gondolkodása. Ez egyetemek összefogását is jelenteni a mi elképzeléseink szerint. Összehangolt kutatások történnének a Pécsi Egyetemen, Krakkói Egyetemen, az Olmütz Egyetemen, vagy akár a Pozsonyi Egyetemen. De visszatérve a konkrét kérdés. Nyilvánvalóan én szeretném azt, ha konkrét turisztikailag is nagyon értékelhető fejlesztések is történnének, és ezek megvalósulnának a csata évfordulójára. És ennek kulcs momentuma mondjuk egy monumentális múzeum, mert Mohácsnak nincsen múzeuma, ami Mohácson van, a Kanizsa Dorottya Múzeum, az nem a csatának ámlít emléket, hanem sokkal inkább helytörténeti gyűjteményként van ott a város életében. Egy Waterloo-nak távolabbi világ egy eseményre utaljak, van egy monumentális múzeum a Mohácsnak, Közép-Európa szempontjából legalább olyan jelentős csatának semmilyen múzeuma nincs. Tehát ezért mi tervezünk, tehát gondolkodunk abban, hogy egy monumentális múzeumot is létrehozzunk. Ez nyilvánvalóan valahol a csatasíkon történne, a jelenlegi Sátorhelyi Nemzeti Emlékpark környezetében, amit fel kellene természetesen újítani, mert az ma már nem felel meg a mai kor kívánalmainak. Ha ott tudunk egy múzeumot építeni, az egyszerre állíthatna emléket az 1526-os csatának, és a 150 évvel későbbi második mohácsi csatának, hisz ezek a történeti kutatások, ezek mindkét csata időszakát felölelik, amik most zajlanak, és zajlanak is, amiket mi ösztönözni akarunk. A 400. évfordulón a fogadalmi templom megépítésének szándéka volt a nagy attrakció, ami most is ott van, ugye Mohács főterén, azóta se fejeződött be. Nyilvánvalóan azt tovább lehetne építeni úgy, ahogy 100 évvel ezelőtt elképzelték az eleink. Ott akartak egyébként mindkét csatának emlékhelyet állítani azzal, hogy az árkádok, a templom körül lévő árkád sorban mondjuk megjelentek volna azok a jeles történelmi személyiségek, akik mindkét csatában hát a főszerepet vitték. Ez nem valósult meg, ez megtörténhetne a csatasíkon egy múzeumban. A két csata helyszínt össze lehetne kötni mondjuk egy kerékpárúttal, aminek elemei most is megvannak, és az egy tematikus kerékpárút lenne. Tehát ez azt jelenteni, hogy Mohácsról Sátorhely Nagynyárát bolyon át, utána a Karasica parton el lehetne jönni villányon, a Villányi hegység északi részén pedig el lehetne jutni a Nagyhassányi csata helyszínéhez. Azért mondom, ennek a kerékpárútnak az elemei megvannak, de be kell fejezni, és ezt egy tematikus, élményt adó, tudást adó kerékpárúttá is kell fejleszteni. Nyilvánvalóan magában
attól adódik, hogy azokat az egyházi emlékeket, amik ott vannak Mohácson, azokat fel lehetne újítani. Akár az összes templomot, nem csak a katolikus templomokat, hanem más feletek templomait. Az ott lévő református templomot, az evangélikusok templomát, egy zsidó emlékhelyet, és az összes felekezet templomát felújítanánk esetleg a teret, Mohács város központjában lévő teret, ami hát most is csak az autók gyülekező helye. Lehetne egy mélygarást építeni oda, és mindjárt másként nézne ki az a tér. Ott van a Dorfmeister festményeket őrző kápolna a város határában. Nyilvánvalóan az is kiállt ma már a felújításért, és még sorolhatnám a gondolatokat, hogy hát milyen turisztikailag is értékelhető elképzeléseink vannak. Azt a kiáltványt, amit aláírtunk most a csata évfordulója kapcsán, elsősorban helyi szereplők, baranyai szereplők, vagy ide nagyon kötődő szereplők, ezt a gondolatot vetik gyakorlatilag fel, és a kiáltvány utolsó mondataiban megszólítjuk a kormányt. A megszólítás lényege az, hogy a kormány időben emelje fel ezt a kérdést, ezt az óriási lehetőséget, nem csak a térség számára, hanem az egész magyar nemzet számára óriási lehetőséget jelentő emlékezetpolitikai eseményt, rendeljen mellé forrásokat, és alakítsa ki azokat az intézményi kereteket a kormány, amin keresztül hát az egész 500. évfordulót fel lehet építeni, rávezető évek programját megcsinálni, és valami keretet adni annak, eldönteni azt, hogy hogyan és milyen beruházások, milyen keretek között valósulnak meg. Ez az a gondolat, ami bennem motoszkál, és amiért a térségképviselőjeként mindent meg is teszek, hogy ez megvalósuljon. Járt a miniszterelnöknél is képviselő úr, és hát ott, ahogy hallottuk, ráborított a miniszterelnök, tehát a kormány a tervek mögé áll. Hol tart most ez a folyamat, mennyire konkretizálhatjuk a dolgot? Amikor az év elején ezt a miniszterelnök úrnak szóba hoztam, persze a fogadtatása pozitív volt, a miniszterelnök úr mondta, hogy ő még nem gondolkodott, 6 év távlatában bekövetkező eseményekre, de abban igazán van, abban megerősített, hogy ebben időben rá kell készülni, tehát a kormánynak ezzel célszerű ideje korán foglalkoznia, hogy méltó módon üdjük meg azt az 500-as évfordulót. És konkrétumokat vár természetesen tőlünk, mert tőlem ott csak elviekbe beszéltünk az egészről. Ezek a konkrétumok most készülnek. Az egyik konkrétum az maga a kiáltvány, ami a gongütést jelentette, amivel, ha úgy tetszik, odagurítjuk a labdát a kormánynak. A kormány ennél többet is vár, és ezt heteken belül megkapja tőlem. Milyen konkrét elképzelései vannak a kiáltvány aláírójának, azaz a helyi szereplőknek az 500. évforduló kapcsán. Ezeket a konkrétumokat, ezekről beszéltem nagy vonalakban itt az előbb, ezeket természetesen a kormány asztalára leteszem, és azt is remélem, hogy a kormány mellé teszi azokat a forrásokat, amivel ezek a beruházások megvalósíthatók. Akkor ezt az egész Mohács 500-as projektet, mert nevezhetjük így, lefordítva a mai nyelvezetre egy kicsit, összekapcsolják az emlékezet, illetve a területfejlesztést, a turisztikai fejlesztést. Tehát, hogyha egy mondatban akarom megfogalmazni, valami olyasmit képzel el az ember, hogy abból a vereségből, ami 1526-ból bekövetkezett, abból ma egy sikert kovácsolnának. Hát olyan szempontból biztos, hogy sikert, hogy az emlékezetpolitikai esemény, a kerek évforduló, az nekünk lehetőséget teremt. Ismerem a kormány ambícióit, fél megoldásokat nem fog csinálni, tehát ha csinálunk valamit, annak olyannak kell lenni, mint ami méltó egy 500. évfordulóhoz. És ilyen szempontból ez ebben a térségben fejlesztési, elsősorban nyilvánvalóan turisztikához kötődő fejlesztési lehetőségeket jelent, de igen, a csatavesztés 500. évfordulóján az nekünk sikert hozhat olyan tekintetben, hogy megnyílnak a források Mohács irányában, mindaz, amiről beszélek, az persze csak úgy építhető meg, csak az én választókörzetemben, mert hát a csata is itt zajlott, sőt, mindkét csata az én választókörzetemben zajlott, ezért ezek a beruházásoknak itt is kell megvalósulniuk. Ha már választásról van szó, illetve politikai környezetről, hát jelenleg nem olyan biztosak ezek helyben, Mohácson, választás előtt áll, időközi választás előtt áll a város. Mennyiben befolyásolhatja ez a politikai környezet, a
kimenetele ennek a választásnak ezeket a terveket? Beleszólhat? Vagy azért ez, azért magasabb szinten van ez az egész? Ugye ebből egy nemzeti emlékezeti helyet akarunk létrehozni, vagy azt akarjuk gazdagítani, tehát ez az egész eseménysor egész biztos, hogy a kormány által vezényelt lesz, de a helyiek akarata nélkül soha semmi nem történik. Tehát a helyiek akarata és hozzáállása az rendkívül fontos. Szekó polgármester úr életében már elindult köztünk erről való gondolkodás. Az ő halála nyilvánvalóan megtörte ezeket a folyamatokat, tehát a helyben gondolkodás az megbicsaklott. Ezt akarom áthidalni, ezt akarom az ő általa hagyott űrt akarom betölteni és közvetíteni a helyi akaratot a miniszterelnök úr irányába. Most nyilvánvalóan a választás az mindig kétesélyes. Ha én arra gondolok, hogy az utóbbi 20 évben milyen fejlesztéseket valósítottunk meg Mohácson, hogy mennyit változott az a város, hogy ma az ország egyik legdinamikusabb kisvárosa, és ilyen szempontból a kompetenciák versenyének tekintem a választást, tehát akkor azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az az irányvonal, amit mi képviselünk, azt meg fogja erősíteni a mohácsi polgára választások során is, ez mehet tovább. De a választás az mindig bizonytalan, nem csak ezekről a dolgokról szól a választás, ezért a választás kimenetele az mindig kétesélyes. Nyilvánvalóan az én nézőpontomból a legszomorúbb forgatókönyv az, hogyha a Mohácson történik egy teljes fordulat, és mindezeket a kérdéseket mondjuk az új testület, az új polgármester másként ítélné meg, mert ez megnehezíti ezeket a fejlesztéseket, amikről itt beszéltem. Mohácsnak azt kell látnia, hogy egy soha nem az elmúlt évek dinamikus fejlődéséhez képest, és egy soha nem látott hatalmas lehetőség előtt áll a város is térsége. És ezt a várostársok, ezt a lehetőséget meglovagolhatják, megerősítik, meg ha úgy tetszik, vissza is foghatják, hogyha a város más gondol az egészről. Nyilvánvalóan én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy mindaz, amiről mi Mohács 500 kapcsán gondolkodunk, az a választásoktól függetlenül is meg kell, hogy valósuljon. Meg kell valósulnia, illetve hát azok az infrastruktúrális fejlesztéseknek is meg kell valósulnia, amiket még a beszélgetésünk elején mondott. Ezek szerint 2026-ra Mohács egy olyan város lesz, egy olyan dunaparti zarándokhely, amelyik megközelíthető keletről, nyugatról, az országhatáron túlról, délről, könnyedén, mert hogy olyan az úthálózat, olyan a Dunahíd helyzete, hogy ez megtehető, illetve egy szépen kiépített múzeum, egy csatatérre felállított emlékezőhely, tehát hogy képzeljük el magyarul a várost majd? Mohács most is egy logisztikai központ szerepét tölthetné be, mert egyszerűen olyan a stratégiai fekvése. Mohács egy hármas határ térségében fekszik. Magyar, horvát, szerb határ találkozásánál van ez a város. Mi az Európai Unió tagjai vagyunk, Schengeni határon belül vagyunk, ugye a horvátok még nem Szerbia, meg nem is tagja az Európai Uniónak. Tehát minden nekünk játszik, hogy a hármas határ találkozásánál a magyar oldalon, a mohácsi oldalon épüljön ki az a logisztikai egység, ami az egész térséget leeszékig dinamizálhatja is Pécsig. Ne horvát oldalon, ne szerb oldalon törekedjenek erre, ez Mohácson valósuljon meg. És ez nyilvánvalóan autópálya kapcsolatot jelent, kelet-nyugat közlekedési lehetőséget, hisz ott van a Duna akadályként, ezt csak egy Dunahíddal lehet leküzdeni, és persze Mohácson legyenek meg a feltétele is annak, itt most a közforgalmi kötőre építek, hogy a gazdasági tőre is ilyen szempontból Mohács legyen. Ez nem csak Mohácsnak fontos, fontos az egész nemzetnek, de ha Baranyában gondolkodom, mert hát mégiscsak baranyaiak vagyunk, ez Baranya fejlődése szempontjából is sorskérdés, hogy ezek a Mohács környéki beruházások megvalósuljanak, mert ez a logisztikai egység lehet képes dinamizálni Baranya gazdaságát. Igen, csak hát pont mindig azt hallom, hogy ezek a kis határmenti kapcsolatok állnak most még elég rosszul, ezeket kéne dinamizálni, ezeket kéne úgy felfejleszteni, hogy tényleg a határ két oldalán élők meg rátaláljanak egymásra. Igen, hát nyilvánvalóan ez az kell, hogy ezek megépüljenek, ezek az infrastruktúrák. Hát ma Pécsről Szeged irányába nem lehet közlekedni, csak Baján kerülőn keresztül. Ha lenne már egy mohácsi híd, akkor ez a kérdés megoldódna. A
trianoni határ eltépte azokat a kelet-nyugati közlekedési tengelyeket, amik a trianoni Magyarországban megvoltak. A mai nagy határon belül megmaradt nagyvárosaink kapcsán pedig nincsenek meg. Tehát ez a Zalaegerszegtől Kaposváron, Pécsen, Mohácson áttörténi mozgás Szeged irányába és tovább Debrecen irányába, ezeket meg kell valósítani. Ennek egy kulcseleme nyilvánvalóan a Mohácsi híd, aminek ugye most a tervezési fázisában tartunk. Tehát a kiviteli terveket készítjük, ezek egy év múlva megvannak. Hát kiviteli terveket nem azért csinálunk már több mint 1 milliárdért, mert soha nem akarjuk megépíteni a hidat. Hát nyilvánvalóan az a törekvés, hogy megépítsük. Az én jóslatom, elvárásom, és ez a realitásokon alapszik, ha a Paksi Dunahíd megépült, ami még az idei évben elkezdődhet, azt követően a déli határrészen a Mohácsi híd lehet. Ez azt jelenti, hogy a következő kormányzati ciklus elején, ugye megint utalhatok 2026-ra, ez a híd épülhet, vagy már addigra be is fejeződhet. És ennél egy legalább ilyen fontos, hát nyilvánvalóan Pécs-Eszék összeköttetés, ez pedig a hatós autópályát jelenti. Itt ma a horvátok a mi elvárásaink szerint azért lassúbbak, mint ahogy ezt szeretnék, a magyar kormány azonnal indulni tudna ezzel a fejlesztéssel, tehát Bojtól délfelé ennek a 19 kilométernek a megépítésével. Igazán a horvátok nagyobb lendület adhatna ennek a beruházásnak elsőbséget, de én biztosra veszem, hogy ez ebben a kormányzati ciklusban ez a fejlesztés elkezdődik, és azt is biztosra veszem, hogy megépül Mohácson ez a közforgalmi kikötő, amiről beszéltem. Ha ezek megvannak, mondom, ezeknek az egysége teremti meg azt a logisztikai egységet, amire Mohács predesztinált a fekvése okán, de eddig nem tudta betölteni ezt a szerepet, mert hát hiányoztak ezek az infrastruktúrák. Tehát attól, hogy Mohács egy határmenti város, az még nem old meg mindent. Ha a határt kinyitjuk délfelé Eszék irányába, ha lehet közlekedni Pécs és Szeged között, a két nagyváros között, és Mohács erre helyet is teret biztosít, és megvan az a kikötői infrastruktúra, ami hajó rakományok szerelvényét szárazföldre teszi és fordítva, az a közforgalmi kikötő, na akkor jön létre az a logisztikai egység, amit Mohács kapcsán remélünk, ami nagyon sokat jelent majd a mohácsi gazdaságnak is, de egész Baranya gazdaságának. És még egyszer mondom, az emlékezett politikai esemény, ami előttünk van, tehát 2026-ban kell gondolkodni, mert ez az, ami felértékeli a térségünket. Ezért mondtam, hogy ez a hagyma külső helye, ez a nagy infrastruktúra, és a magja mindaz, amit turisztika kapcsán, az emlékezett politikai esemény kapcsán megvalósítani akarunk. Az idő elég lesz rá? Tehát azért hátra van még 6 év, de hát azért tudjuk, hogy folyamatosan elnyúlhatunk. Sokan sokkal inkább azt mondják, hogy túl korán volt ez a gongütésünk. És akkor hadd mondjak megint egy példát, hivatkozom a 400-as évfordulójára, tehát 1926-ra. Akkor 2 évvel korábban, tehát 24-ben történt meg a gongütés, és meddig jutottak, hogy a fogadalmi templom alapkövét tudták lerakni. Mi nem alapköveket akarunk 2026-ban lerakni, hanem befejezett létesítményeket akarunk avatni. Tehát nem korai ez a 6 évvel ezelőtti gongütés, mert olyan irdatlan beruházások vannak előttünk, amiknek a megépítéséhez ez az időszak kell. Tehát nem véletlen, hogy én és velem hát szövetkezők időben kezdtek el dübörögni ebben az ügyben. Szükség van erre a 6 évre, hogy ezt energiával tevékenyen töltsük meg, hogy mindezek, amiről itt beszéltem, ezeknek a megvalósítása, a realitás legyen. Maguk a tervek mikor kerülhetnek a kormányzat elé, illetve mikor lehetnek az első lépések, az első kapavágás, mikor történhet meg? Ugye, mivel azt mondtam, hogy ez nem szűken véve egy mohácsi esemény, a mohácsi önkormányzatnak, a környékbeli önkormányzatnak, a civil világnak hatalmas szerepe kell, hogy legyen minden elképzelés megvalósításában, de itt mi egy nemzeti eseményre készülünk, vagy ezek az infrastruktúrák, amiről beszéltem, ezek megvalósítása is nyilvánvalóan kormányzati akaratot kíván. Ezért a kiáltványunk azt mondja, hogy te kormány, vedd elő azt az elképzeléssort, és alakítsd ki azokat az intézményi kereteket, amiken keresztül ezek a fejlesztések megvalósíthatják. Tehát ez kormány döntést igényel, létrehoznak egy bizottságot, kineveznek egy szemét ennek az egésznek a koordinálására, és a költségvetésben megteremtik a forrásaikat. Ezzel indul minden, hogy kialakuljanak ezek az intézményi keretek, időben kialakuljanak ezek az intézményi keretek, és akkor ez az intézmény vezényli, ahogy tetszik, ezeket a beruházásokat. Most azokról beszélek,
amik szűken véve a Mohács 500-at jelentik. Tehát ezeket a turisztikai fejlesztéseket, mert az autópályának, a kikötőnek és a hídnak megvannak az intézményi keretei, hogy azok hogyan és milyen ütemben valósíthatók meg. De a szűk eseménysor, az emlékezett politikai eseménysor, az 500 évfordulóra való felkészülés és az azt kísérő turisztikai események kereteit a kormánynak célszerű megteremtenie. Még annyit, mint olyan képviselőt, olyan embert, aki ott nőtt fel a környéken, sőt, hogy hallottam egy interjújában, elmondta, hogy gyerekként ott játszott a csata helyszínén. Nagy, igen. Ezért ott minden dombot, meg minden fát ismerek természetesen. Mi az, amit a legjobban vár a tervek alapján? Mi valósuljon meg feltétlenül? Mi az, ami önnek a szívügye, úgymond? Hát, amiket elmondtam, ez természetesen, ez mind szívügyem, ennél még több elképzelésünk is van, de én azt gondolom, hogy ezeknek meg kell valósulnia. Tehát Mohácson, fogadalmi templom és a főtér, ideális esetben mondom, az összes többi templom csinosítása. Ez a monumentális múzeum, ez egy kulcseleme az egésznek, a jelenlegi emlékpark felújítása, és mivel két csatába is gondolkodunk, a két csatahely összekötése és valamilyen emlékhelynek a létrehozása nyilvánvalóan Nagyharsány térségében. Tehát ebből én semmit nem tudok kihagyni, de összességében, amiről beszélek, hát ez több milliárdos program természetesen, nem egy nagy meszelésre készülünk, hanem nagyon sok milliárdnak a racionális, hasznos eltörtésére, ami hosszú távon is szolgálja a magyar emlékezetpolitikát, és szolgálja persze a térség turisztikai érdekeit is. Hát sok munka lesz még. Én azt vettem ki a szavaiból, hogy azért ez egy hosszú folyamat, kemény tárgyalások, egyeztetések, mindenféle tényleg mindennapos komoly munka ez. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok képviselő úrnak, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!